azt látjuk, most már fél idejéhez ért az Orbán kormány, hogy igazándiból nem mernek az egészségügynek az akut problémáihoz hozzányúlni, semmi olyan változást nem tesznek, semmi olyan nagyszabású reformot nem indítottak el, amiből arra lehetne következtetni, hogy egyáltalán a jelenlegi kormányzatnak valóban lenne egészségügyi kormányzati politikája, egy koncepciója, egy hosszú távú koncepciója, hogy hogyan lehet a magyar egészségügyet ebből a helyzetből kihozni. Ugyanazt az utat járják, azon a kényszer pályán mozog a magyar egészségügy, amelyikben az elmúlt 20 esztendőben is mozgott, és semmi, tehát tologatják a problémás ügyeket, és igazándiból nem mernek hozzányúlni, holott igazán a kétharmados többséggel lehetne valamiféle változást hozni a magyar egészségügybe. Itt sajnos hiányzik a szakmai akarat, azt látjuk, és itt nagyon messzire jutnánk el, hogyha ezeket a problémákat néznénk, és valahogy Jobbiknak a programja, ami ki tudnánk húzni ebből, hogy ami az államadósság kérdése, ugyanis álláspontunk szerint, tehát amikor a Fidesz kormányzat elhatározta azt, hogy csökkenteni fogjuk a Magyarország államadóságot, a Jobbikos gazdasági szakemberek akkor is elmondták, hogy azzal a programmal, amelyet a kormány megpróbál folytatni ebben a kérdésben, azzal a magyar államadósság növekedni fog a kormányzati ciklus végére, és sajnos be kell látni, már fél időben oda jutottunk, hogy januárban csúcson volt a magyar államadósság, és ezzel a fajta gazdasági programmal sajnos oda jutunk, hogy az egészségügyre továbbra sem fognak jutni többletforrások, és ezzel teljes mértékben behatárolt az a lehetőség, ami a jelenlegi kormányzatnak is adott, de sajnos azt látjuk, hogy még azokhoz a kérdésekhez sem nyúl hozzá az egészségügyi kormányzat, amelyet akár, ami nem pénzkérdése, hanem szándék és akarat kérdése, és talán itt ez a legnagyobb probléma. Az, hogy Tapolcának ilyen kézzelfogható konkrét gondjai és bajai vannak itt a városban a kórházukkal kapcsolatosan, akkor gondolják, hogy akkor mi ott fönn Budapesten a parlamentben, az egészségügyi bizottságban, itt van a kisünkben az egész, hogyan fogja a jelenlegi kormány átalakítani Magyarország egészségügyi ellátását, hogyan menti meg az egészségügyet, ugye, mert ez volt a választási szlógen. Nos, hát erre egyet tudok mondani, hogy pontosan a kórház átalakítás, illetve az egész rendszer átalakításával kapcsolatosan igyekeztek parlamenti szintről, ugye mi a törvénykezéssel foglalkozunk, tehát minden olyan törvény jogszabályhoz a parlamenten keresztül megy, levinni kormány, illetve még alá miniszteri szintre, sőt azt mondom államtitkári fennhatóság alá helyezték ezt az egész kérdést. Tehát az, hogy a Parlament Egészségügyi Bizottsága még tájékoztatást sem kapott ezekről a konkrét, hát nem mondom, hogy leépítés, mert ők ezt átalakításnak, fejlesztésnek hívják, tehát fejlesztésről nem kaptunk semmilyen képet. Tehát igazság szerint ez egy furcsa dolog, mert mindenki azt gondolná, hogy akkor mi majd itt megmondjuk, hogy mit kell csinálni. Gyakorlatilag, és ez az egész egészségpolitika, vagy annak a hiánya, mert inkább azt veszük észre a kezdettől fogva, hogy a Fidesznek még a választások alatt sem volt egy egészségpolitikai programja, amit óhajtott megvalósítani. Pár mondatba elmondanám, hogy miért is tartottuk szükségesnek az, hogy itt lakossági fórumot hívjunk össze a Tapolca és környéke lakosságának. Elsősorban a fő tény az, hogy annyi téves információ keringett itt a levegőbe, hogy a tapolcai polgárok, illetve a környező polgárok nem tudták eldönteni, hogy Tapolca kórház jövőjével mi lesz. Lesz-e aktív ellátás, és hogyha lesz aktív ellátás, akkor viszont milyen szinten. Én ezt több fórumon elmondtam most már lassan egy éve, hogy én sajnos láttam Tapolca kórház jövőjét, hogy rossz irányba megy. És azt is ki kell jelentenem, hogy ez nem most a 4 évnek, és illetve a 8 évnek a hibája, hanem az elmúlt 20 évnek. Azért az elmúlt 20 év hibája, mert egyetlen egy városvezetés sem érezte magáénak ezt a kórházat. Ezt ősapáink annak idején 1914-ben megalakították, téglajegyet vettek, magukénak érezték, két világháborút és egy forradalmat túlélt, de ezt az önkormányzatot, ezt a fideszes polgármestert, illetve városvezetést a kórházunk nem fogja túlélni. Lehet, hogy majd azt mondják a későbbiekben, hogy nem tudunk már mit tenni, mert az állam ráteszi a kezét, és innentől az állam mondja meg, hogy Tapolcán majd milyen feladatokat fog ellátni a kórház, de azt sose felejtsük el, hogy lehetett volna másképp is. Lehetett volna másképp is, azért mondom ezt, mert a Semmelweis tervben, ahogy a polgármesterünk is mondta, megvan a helyünk. Igen, ott voltunk a térképen, ott volt a térképen Pápa, Ajka, Tapolca. Most, hogyha bekövetkezik az a
tény, amit ugye ők szeretnének, hogy Tapolcán az aktív sebészet, illetve belgyógyászat megszűnjön, előre a térképről lekerülünk. Ugyanúgy lekerülünk, ahogy lekerült róla az Írc, Sümeg, Várpalota. A betegellátásnak a mikéntjét, tehát azt is majd a lakossági fórumon szeretném elmondani, hogy abban is még zavar van. A betegutaknak a kialakítása, illetve hogyha megnézzük itt a környékben lévő kórházakat, ugye Ajka 37 km, Keszthely 30 km, és Veszprém 50 km. Ezek a távolságok nyáron nem távolságok, télen viszont nagyon nehéz megközelíteni mindegyik kórházat. Azt is sokszor elmondtam, hogy mi nem akarunk koponyaműtéteket csinálni, nem akarunk szívműtétet csinálni, nem akarunk mellkasműtétet csinálni, csak azt szeretnénk csinálni, amit 30 éve csinálunk itt, és véleményem szerint ezt nagyon jól csináljuk, mert ha nem csinálnánk ilyen jól, akkor nem lenne ennyi betegünk. Ne csak egyfajta oldalról közelítsük meg ezt a dolgot, hogy szüntessük meg bet, és legyen nappali kórház, illetve egynapos sebészet, hanem hogyha alkú pozícióban vagyunk, akkor tartsunk már meg valamit. És itt meg kell, hogy hazudtoljam saját magamat, mert én annak idején nem értettem egyet a Rácz Jenőféle elképzeléssel. De utólag végig gondolva, és most már tudnám támogatni abban a formában, ha nem csak ő mondja meg, hogy itt Tapolcán mi legyen, hanem egyenjogú partnerként leülünk az asztalhoz, és itt a megyébe kialakítunk egy ilyen modellt, hogy a kórházak között megosztani a munkát. Mert az nem fog működni, hogy egynapos sebészet itt Tapolcán, mert az minden kórházban van. Tehát valaminek a rovására fog menni. De ha azt mondja, Rácz Jenő, mint most tegyük fel pannomodell, vagy nem tudom, minek hívta, ilyen pannomodell, hogy ebbe a modellbe Tapolcán az egynapos sebészet kiemelkedő fontosságú, és a megyébe csak itt lehet végezni, akkor azt mondom, hogy van létjogosultsága. És annak is lenne létjogosultsága, ha az itt dolgozó orvosok, sebészorvosok azt mondják, hogy én most holnap egy epét szeretnék operálni, de ezt itt nem tudom megoperálni, akkor fogom a betegemet, ez közlöm, és elviszem Veszprémbe, ott kapok egy műtötést, ott megoperálom. Ez jó a betegnek, jó az orvosnak, jó Tapolcának, jó az egészségügynek. Ez mindenkinek jó. A földi doktorról van szó, ha jól tudom. Igen, főorvos, aki már több évtizede itt dolgozik, és szerintem ő viszi a vállán a nagyobb terhet, nem az osztályvezetőnk. Másik terhet az osztályvezető, ők ketten ennek a sebészetnek úgymond a mozgatórugója és a motorja. Tehát, hogyha az egyik fele elmegy, akkor a másik fele itt maradhat és mozgathatja, de már akkor se lesz olyan aktív ez az egész. A sebész elvándorlás, ugye van egy nyugdíjas sebészünk, a Gál főorvos, aki valószínűleg maradni fog. Ezért nem akar a kórházigazgató se nyilatkozni, mert véleményem szerint nem is közölnek vele semmit onnan fentről. Tehát akkora titkolózás, mint hogyha most próbálnák a spanyol viaszt kikeverni, és hogy nehogy megtudja valaki más a receptjét, mert akkor ők fogják előbb ezt megcsinálni. Ezért nem is nyilatkozik. Nem maradnak itt sebészek. Nem maradnak itt sebészek, véleményem szerint, csak a szakrendelési időre. Az, hogyha kibővítik, az reggel 7-től este 7-ig, az egy ember. Maximum 2. Most aki a sebészetben dolgozik, tehát ő neki az nem egy kihívás, hogy minden nap fájóderekat, fájólábat, viszeres lábakat nézegesen, és elutalja egy olyan kórházba, ahol majd megoperálják. Mint ember összefognék vele, de a párterveim, amikről vitatkozhatnánk akár éveken keresztül, akkor se egyeznének. De mivel tapolcai polgár vagyok, túl kell lépnem lehet azon, hogy párterveket nézek, és azt nézem, hogy ennek a közösségnek mi a jó. Hogyha ő is jót akar, és én is ugyanazt akarom, akkor igenis összefogok vele. És nem azért, mert ő MSZP-s, hogyha ezt akarják belőlem kihúzni, hanem azért, mert egy jó ember és jót akar, mindig is jót cselekedett. Tiszteltem, becsültem az elveim miatt is, és azért is, amilyen orvos volt. Tehát összefognék vele, igen. Az önök polgármestere nem nyüzsgott a parlamentben, nem is parlamenti képviselő, kicsi volt a lobby ereje. És ne felejtsük el, most ezen, gyakorlatilag ezen a koncon, hogy kinél mi maradjon, fideszes vezetők vesznek össze. Hát övék az egész ország gyakorlatilag. Hát az önkormányzatok nagyobb része fideszes önkormányzat. Hát ők egymás között harcolják le. Ezért Szocska Miklós nem tartozik a Fidesz vezérkarában, illetve nem is a vezérkarában, a nagy hadában a népszerű emberek közé. Minden olyan polgármester, akinek a kórházát el akarja, az utálja, és beszekszik vele, vitatkozik. De kétségtelen,
hát mindenkinek nem adhatja, nem hagyhatja meg, mert akkor ott tartunk, ahol eddig is. Ez a legnagyobb bajuk. És mondjuk ki, hogy ők előre megrendelt utasítások mentén, ha úgy tetszik, tönkre teszik, ha úgy tetszik, nem teszik tönkre a tapolcai közösség egyik legfontosabb megmaradási esélyét, a kórházat. Nem felejtettük el azt, hogy kikerültették a tapolcai kórház privatizációját. Nagyon szeretnénk, hogyha ők levonva a következtetéseket, kiállnának a tapolcai polgárok elé, akár tartanának egy sajtótájékoztatót, és bizony szórjanak hamut a fejükre, és kérjenek elnézést azért, hogy ők annak idején úgy állították be a tapolcai kórház privatizációját, mint hogy azon az egyetlen járható út a felé, hogy a tapolcai kórház megmaradjon. A tapolcai kórház léte immáron 10-12 éve kérdéses, és mindig valamilyen módon egyre rosszabbul és rosszabbul jövünk ki ebből a helyzetből. Ha megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 20 évben a tapolcai kórház milyen teljesítményt nyújtott, akár a betegkibocsátás szempontjából, akár a gyógyult betegek távozása szempontjából, akkor azt látjuk, hogy bizony a statisztikák romlanak, a finanszírozás romlik, az ellátási spektrum pedig szűkül. Én nem érzem ebben sem a jelenlegi kormánypárt és jelenlegi kormánypárt erők oldaláról a nemzeti, a konzervatív, a keresztény, és meg sorolhatnám milyen hozzáállásokat. Sőt, kimerem jelenteni, egy az egybe ugyanolyanok, mintha MSZP-sek lennének. Nem látok különbséget. Tessék végre tiszta vizet önteni a pohárba, és elmondani, hogy ki hová tartozik. Ezt kérem tőlük. Köszönöm szépen.